Batman ellenfeleinek repertoárjából talán az egyik legismertebb két arc. A gonosz 1942-ben jelent meg először a Detective Comics 66. számában. Bob Kane és Bill Finger alkotta őt meg. Először a Harvey Apollo Kent nevet kapta, ezt csak később változtatták Harvey Dentre azért, hogy az olvasók ne keressenek összefüggést közte és Clark Kent, vagyis Superman között. A gonosztevő az 1940-es években néhányszor jelent csak meg, majd az 50-es években bukkant fel újra, ezt megelőzően csupán imposztorok szerepeltek két arcként. Mivel ebben az időszakban előírt volt, hogy a képregényeknek gyermekbarátnak kell lenniük, így kikopott a sötét lovag listájáról egészen 1968-ig, amikor a sötét lovag a képregények lapjai megemlíti, hogy két arc az egyetlen olyan ellenfele, akitől fél. 1971-ben Dennis O'Neill visszahozta őt a történetekbe, és így vált Batman egyik ős ellenségévé. Bob Kane úgy emlékezett vissza, hogy két arcot a Dr. Jekyll és Mr. Hyde történet 1931-es filmfeldolgozása és a Pulp magazin Black Bat nevű szereplőjének eredett története inspirálta. A film egyébként is jól mutatta be azt, hogy viselkedik valaki akkor, ha egy testben több személyiség lakozik, továbbá a Black Bat, vagyis a Fekete Denevér eredete is azzal kezdődött, miszerint egy vegyszerrel leöntötték. Ez is volt Harvey Dent első eredet története, miszerint a bíróságon, mikor Salvatore Maronit az olasz mafiózót elítélik, Maroni egy kevéske savval arcon locsolja Harvit, akinek ettől a fél arca súlyosan megroncsolódik. Az őt ért atrocitásba beleőrül, és így lesz belőle a bipolári személyiség zavarral küzdő őrült bűnöző. Frank Miller az 1986-ban kiadott Batman Year One című képregényében újraírta Harvey Dent eredetét, és ebben kifejtette, hogy Dent már korábban is küzdött személyiség zavarral, de a kezdet kezdetén ő és Gordon felügyelő segítették Batman munkáját. Magyar fordításban először a Semik Interpint által fordított Batman történetekben nevezték két arcúnak. A történet szerint Harvident nehéz körülményi családban nőtt fel. Apja mentális beteg volt, rendkívül agresszív, különösen azért, mert volt egy olyan szokás, ami szerint egy olyan érmét dobott fel, amin két fej volt. Azt ígérgette Harvinak, hogy megúszza aznap a verést, ha írást mutat. Persze, mit is lehet várni egy két érmétől. A nevelés hiánya és a bánásmód odáig vezetett, hogy a fiunk kezdtek megjelenni a bipoláris személyiségzavar és a skizofrénia tünetei nagyon keményen tanult és küzdött azért, hogy ügyvéd lehessen, illet Gatem híres kerületi ügyvédje. A médiában Apollo néven illették őt, mivel annyira sármosnak és elérhetetlennek tartották. Elképesztően erős igazságérzete volt, ami miatt az első nyilvános támogató lett még Batmannek is. Harvey ellenfele ekkor Gatem legnagyobb maffia főnöke, Carmine Falcone volt, a római. Miután meghiúsult Dent ellen egy merénylet, ő, Gordon felügyelő és Batman egy szövetséget alkotva eldöntötték, hogy törvény elé viszik Falconét, nem számít milyen áron. Mivel Harvey elég hirtelen haragú volt, Gordon és Batman gyanakodtak arra, hogy ő lehetett az, aki maffiatagokat lőtt le korábban. Mivel Salvatore Maroni is abban a hiszemben volt, hogy Dent tölte meg az apját, a tárgyaláson Sava öntött az ügyvéd arcára, így a férfi arcának bal felét összeroncsolta. Harvi megszökött a kórházból és teljesen megőrült. Világnézete a kettősség és az ellentétek köré épült, így jött létre egy új személyiség benne, akit két arcnak nevezett. Ő volt Harvey Dent, totális ellentéte. Így kezdte meg bűnözői karrierét. A ruházata sokszor olyan volt innentől, hogy fele más, utalva az ő kettősségére és a benne levő ellentétekre, sokszor még a ruha anyaga sem egyezett meg. Innentől mindig magánál hordott egy kétfejű érmét, aminek az egyik fele meg volt karcolva. Büntetteiben szerepet játszott a kettes szám, ez volt az ő védjegye. Első tette az volt, hogy megölte Vernon wells a korrupt kerületi ügyvédi segédet, illetve magát Carmine Falkónét. Két arc eldöntötte, hogy kiírtja a Falkóne család megmaradt tagjait, azonban egy új gyilkos, az akasztott ember kezdte ölni ezúttal a rendőröket. Kiderült, hogy ez az elvetemült sorozatgyilkos a római lánya, Sophia Falcone volt, aki a család új fejeként kívánta visszavenni az irányítást, azonban egyenrangú ellenfelére akadt két arc személyében. Innentől Gatem bűnözői korszaka új szakaszba lépett, ugyanis dominánsá váltak a jelmezes, őrült gonosztevők, ez pedig a régi vágású gengszerek háttérbe húzódását jelentette. Két arc miatt történt az, hogy Batman nem engedte Dick hogy továbbra is Robin maradjon. Ezt követően a következő kerületi ügyvéd megtámadását követően Dicket két arc kíméletlenül összeverte. Később ő volt az, aki megölte Willis Toddot, Jason Todd apját. A második Robinnak köszönhetően fogták csak el, majd mikor Batman és Azern kis hián a karmai közé került, ekkor jelent meg Tim Drake, a harmadik Robin, akinek köszönhetően két arc börtönbe került. Később Gotham a senki földje lett egy földrengés után, így pedig két arc megpróbálta elítélni a saját bíróságán Gordon felügyelőt, de Harvey személyisége megvédte a felügyelőt. Harvira hatott egy rendőr szava. Ő volt René Montoya akibe a férfi beleszeretett, amikor kiderült, hogy a nő leszbikus, a saját kis bíróság előtt is megpróbálta elítélni, majd megölni, ám Batman megjelent és az árkán bezárták a férfit. Később találkozott hással aki plasztikai műtét segítségével eltüntette a sebeket az arcáról. Így Harvey viszonylag kigyógyult ebből a zavaros elmeállapotból és segített a sötét lovagnak elintézni a hátsó szándékú orvost. Dent első számú igazságosztóként próbált Batman és Robin oldalán harcolni az egyetemes igazságért, és még Batman és Robin egy évig parkolópályán voltak, ő maga igyekezett jobb helyét tenni a Mikor Batman visszatért, hirtelen kezdtek két arcra utaló gyilkosságok szaporodni a városban, ez viszont odáig vezetett, hogy Harvey elvesztette a bizalmát a sötét lovak felé, így pedig a két arc személyiség újra a felszínre tört, és az arca bal felét újra összeroncsolta, azért, hogy folytassa a bűnözést, ahol abba hagyta. New Yorkban lóvá tette észárnyat madárjesztő félelem gázának köszönhetően, ám hogy megmeneküljön a szuperhős elől, Harvey egykori szerelmét lelőtte, hogy időt nyerjen magának. Mikor eljutott hozzá a hír, hogy egy bűnöző végül megölte a nőt, észárnyat hibáztatta a dologért. Újra az Arkhamba került, majd Grahus rejtek helyéről távozva Batman halálát követően ő volt az egyik jelentkező azért, hogy átvegye a Gatemi alvilág irányítását. Az amerikai hadsereg bevonulásával a városba két arc bújdosásra kényszerült, mivel olyan bűneseteket is hozzákötöttek, amiket el se követett. Dick Grayson az új Batman elleni harc során bejutott a Denver barlangba, de onnan is hamar ki penderítve. Fekete maszk letartóztatását követően próbálta bebiztosítani újra magát a város élén, és tevékenységére még az FBI is felfigyelt. Két arc azonban hamarosan a saját verőemberek készúrását érezhette meg a saját bőrén, majd lehajították őt egy hídról. A testét a halászok találták meg. Hé, hey, szeretnél menő ruhákat? Van mindenféle. Képregény rajongóknak van pókemberes, végjátékos, deadpoolos, eróverzes, betmenes és még Star Warsos is. De ha te esetleg az animékért vagy inkább oda, neked is van valamink a számodra. A leírásban található második linken ugyanis animés ruhákat is találhattok. Van ott Jojo-s, Naruto-s, no Akadémiás és még sok másféle animés ruhadarab. Szóval, ha valamelyik megtetszett, ne habozz, kattints a leírásban található linkekre.